Csillicsibe, ez Ahmed, vagy csak menni egy óra? Ahmed, neked sem ennyi. Sziasztok, Lecsibe! Hogy sziasztok? Itt vagyok újra hozzátok. Nem tudom amúgy a múltkori videónál mi történt, hogy ennyire kevesen néztétek meg. Általában minden egyes megtekintés, de egy óra egyszer megtekintés. Nem tudom, nem baj, nem is érdekel. Múltat rá, adtam egy gyártásznét a videó. Amúgy, ha tudjátok, kapcsoljátok be azt a sengőjelet. Azt kapcsoljátok be, és akkor mindig csaptok értesítést, hogy mi van. Ti gondolkoztatok már azon, hogy kipróbáltok ilyen 5 perces craftokat? Tudjátok, amikor így majd megmutassátok, na azt kipróbáljuk ma! Amúgy milyen a cserélés? Nikas, legyőz! Általában van egy monster, amitől így van az a nektek az a dupla áll, az a az a háj itt a nyakatokon, csak az én szakalomtól nem látsátok. Na, az! Ben a csádba a csucsoricád. Én biztos nem csupaszol. Már nem csörösz. Már nem adj, edd meg. Lecsibesz, inkább maradjon tokátok, mint hogy egyszer is be kéne csapnotok egy susoriszát. Mondjuk bár, aki nő, annak oké, Lecsibesz, az nyugodtan csapja be a susoriszát. Volt egy kis csejkendőcsere, Lecsibesz, nézzük meg a csöbetkezőt. Ez annak jó, aki nagyon egyedül van és csomorú, és mindig csak egyedül van, ez annak jó. Sinálj meg a gyöket bükét. Most a párnácska feláldozza magát. És ígérem, emlék csak arra, amikor a pöcsöm lelaktam, és melegítetted a tetveimet, Lecsibesz. Egy gizikének, szól emlék le. Csehetlek, Gizsike! Nyomjatok egy like, egy megosztás, egy komment Gizsikéért! Kurva anyád! Bevett a Gizsike ment a hatalmába! Csóva, ide lakjuk. Égyni. Elkezdjük tenni. Gizsike pere! Nem is lesz jó, mekkor? Gizsike milyen volt a beletek milyen? Értem! Dikezes keskeszőr! Itt van Lújzsa, aki a bárhánomnak a szőre! Lújzsa, de még láttalak! Onnan ismertelek fel, hogy... De bizt tudom. Most csak az a csérdés, milyen vastagra csináljuk? Most... Érted? Milyen... Itt el tudod dönteni? Hát milyen legyen a balátnőr? A picit lejjebb fókuszálunk. Így. Dik Lecsibesz. Lecsi, itt a csolvász! Arra meg egy picit tömni kell egy kicsi. Na, ja. Na! Ooh, yeah! Várjál, én még tömtem. Kicsit még tömtem a pinájához, Lecsibesz. És akkor olyan jó kis markolos piná... Hogy vagy, drágám? Én tudom, Lecsibesz. Na várjál, hogy hajtottál ez össze? Egy. Egy. Hogy miért nem gondoltam én erre hamarabb, Lecsibesz? Csak hogyha egy picit errefele pekszel, a nunája fele, Lecsibesz, akkor elég ilyen halcsaga van. És megvoltam, hogy én lelki traumát okozott nekem, Lecsibesz. Mi van összém?
Ez az új TikTok trend, ahol a balátnődet a nakadba kapod. Mindenki, akinek van balátnője, kapja a nakába és pózoljon vele, mint Ahmed. Tik Ahmed, és a hashtag bírjátok oda, Ahmed, lécsibesz, cselelle. Ezt! Nem, mit csinál rossz? Jó, jó, megcsináltuk, passz meg, én vagyok itt a hóhányó, ki vagyok itt a hóhányó, van-e jó szajom, ki van tömve, gizsikéből, nem, a Luigi báránykámból van benne tömész, jó, de gizsike párnáját meg... Gizsike párnát megsaltam. Hagyjuk. Miért? Ilyen hálszagú? Bassd meg, az asszon nem mozta ki. Nem baj, fölhívjuk most a lelki csegét, mert nagyon traumázt lettem, mert mondom őszintén. Jó napot kívánok, az áldozat segítővonalat hívtam. Jó napot, történt velem egy kicsi baj. Igen, parancsoljon. Én arab vagyok, Ahmed nevem. Találkoztam egy randival, egy lánnal randiztam, és megkért, hogy... Amúgy én szült vagyok, én soha nem történt még ilyen. Megkért, hogy feküdjek a gyölébe, és egy nagyon rossz szag ütött meg onnan. Mi csináljak? Hagyjam ott? Ne hagyjam ott? Mennek el? 113-123-at kellene hívni, ott van a lelki segélyszolgálat, velük kellene megbeszélni. Oké, köszönöm. Ezek nem voltak segítek. Elindult a halcsagú! De amúgy lésibesz, amennyi időt Edge-et töltöttél, megtöltészével annyiba át is hívhatod volna egy balátodat, hogy feküdjetek egy más ölébe. Vagy pedig elismertetek volna lésibesz egy balátnőt keresni. Bemész a tecskóba, kiállt a Edge-et, és jó. Vagy pedig elmehettél volna csórakozó helybe, cserezhettél volna egy barátnőt. Nagyon sok időbe tellett, nem láttátok? De ez csak, ez persze egy balátnőt könnyebb szerezni. De nem nekem. Ja, nekem nem van éppen süt. Na mindegy, haz. De amúgy tényleg egy piút nyugodtan áthívhattok, vagy egy lányt, attól függ, hogy milyen barátotok van, akivel mondjuk oda mered rakni neki a pénicséhez, vagy pedig a tevepatát. Hé, hey, ennek kéne csinálni egy tevepatát. És akkor tényleg egy nő lenne. Na, ez pillanat. Érdekes.